Williams Televízió. Karvezetőként még egyházzenét is tanult, 10 éve pedig ökumenikus kórust is alapított Maglódon Simon Barbara, aki eredetileg vegyes kart akart, de először csak lányok jöttek, jelenleg viszont már 35-en énekelnek együtt, és felfelé ível a pályájuk. Annak ellenére, hogy profi zenész ma sincs közöttük, októberben az evangélikus országos kórus találkozóra is kijutva a legjobb 9 evangélikus kórus közé kerültek. A 17 évestől a nyugdíjas korig szeretetből, lelkesedésből járnak össze. Miután ide kerültem, nem sokkal később fölkértek a Magdala kórus megalakítására. Az milyen céllal és mikor alakult? 2010-ben alakultunk, evangélikus kezdeményezésre, megkeresett a lelkész Német Mihály és a felügyelő, és kérték, hogy csináljak egy ökumenikus kórust. Tehát nem csak evangélikusok, hanem bárki jöhet énekelni hozzánk. Ez volt a célja. Hányan kezdték, és most hányan vannak? Nagyon kevesen kezdtük, és lányok voltak csak. Tehát mi vegyes kart akartunk csinálni, de csak lányok voltak, 12-13 fő. És hát utána szépen fejlődött a dolog, 2 évre rá már férfiak is csatlakoztak hozzánk, és jelenleg 35-en vagyunk. Milyen eredményeket, sikereket tudhatnak maguk mögött? Hát úgy érzem, hogy fölfelé ível az életutunk. 2006 óta nagyon sok helyen jártunk, felvidéken rendszeresen koncertezünk, Hosszúszói testvérvárosba, illetve Tornaszentandráson egy régi templomba visszaszoktak minket minden évbe hívni. És a legnagyobb sikerünk azt hiszem a mostani ősszel volt, októberben egy evangélikus kórusválogatón bekerültünk egy országos rendezvényre, ahova az egész ország területéről 9 kórus került be, és mi vagyunk az egyik. Mi ez a rendezvény? Ez a reformáció alkalmából csinálnak egy nagy országos találkozót, reformáció 500 éves évfordulója van idén, és az egész ország területéről válogattak kórusokat, evangélikus kórusokat, és így mi miután evangélikus gondozás alatt állunk, mi is részt vehettünk ezen a találkozón. A tagokról mondjon valamit, civilben mivel foglalkozik a tagság? Hát mindenféle ember jár közénk, zenészek szinte nincsenek, legalábbis akik profiként folytatnák ezt a dolgot. A 17 évestől a nyugdíjas korig mindenki részt vesz ebben a kórusban, és szeretetből és lelkesedésből járunk össze. Mik a legközelebbi tervek? Február végén lesz egy tezéi zenés áhítatunk, ez minden évben hagyományosan február vége felé Bődben szokott lenni, illetve májusban veszünk részt ezen a bizonyos országos találkozón Szarvason, ami 2 napos rendezvény lesz az országos kórus találkozón. Ha valaki riport után jelentkezik önnél, van-e helye? Bárkit befogadunk, tényleg válogatás nélkül. Egy feltétel van, hogy azért el tudjon énekelni egy szólamba tisztán egy éneket. Ezért ez nem kicsi kiírás? Én szerintem azért erre az átlagember képes.